Megtartották 2022 utolsó testületi ülését Bátaszéken. A képviselők 250 előterjesztést tárgyaltak meg, és több mint 300 döntést hoztak meg az év során. Bozsolik Róbert, a város polgármestere elmondta, az egyik legnagyobb kihívást a megemelkedett energiaárak okozták, és okozzák a jövő évi költségvetésben is. 2021-ben a város villamos és gázenergia összköltsége 40-41,2 millió forint volt, és ezekkel a számokkal, amelyek önmagánrendségétől a piaci ár szempontjából érvényesülhetnek, így ez a szám 199 millióra fog felmenni. Egyelőre nem tudják, hogy oldják meg ezt a közel 500%-os áremelkedést. A napokban Varga Mihály pénzügyminiszter közzétette a Facebook oldalán egy posztot, amiben arról számolt be, hogy a gazdasági kabinet azt a döntést hozta, hogy segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak a megemelkedett energiaárak okozta többletköltségek kigazdálkodásához. Azonban a részleteket még nem dolgozták ki ezzel kapcsolatban. Várjuk az információkat. Egyelőre a legrosszabb forgatókönyvvel tervezünk, ami gyakorlatilag mintegy 150 millió forintos, ahogy említettem, mintegy 150 millió forintos különbözetet jelent majd az elmúlt esztendőhöz képest, amelyre fedezetet kell majd találni az önkormányzat költségvetésére. A szerdán bejelentett többlettámogatás egyebek mellett a közvilágítás, az óvodák, a bölcsödék és a gyermekétkeztetés fenntartásában segíti majd a településeket. A pénzügyminiszter posztjában az is szerepel, hogy a szükséges fedezetet biztosítani fogja a jövő évi költségvetés.